Ha karácsony, akkor fenyőfa. Az örök zöld növény Jézust és a megváltást szimbolizálja. A bibliai örök élet fájának tulajdonítják. Azonban a karácsonyfa mellett több más tradíció és jelkép is köthető a szeretet ünnepéhez. Ilyen például a betlehemezés, vagy a székelyeknél a csobánolás. A csobánoláshoz a felkészülés az ugye advent első hetében kezdődik, akkor a későbbi csobánokat kijelölik. Itt ebben ugye fiatal és idősebb házas emberek, illetve legények vesznek részt. Ez a betlehemezésben nem általános, de a bukovinai székelység körében kizárólag férfiak vettek ebben részt. Tehát az fontos megemlíteni, hogy itt ugye Máriát is, az angyalokat is legények játszották el, illetve az idősebb szerepek, a vezető szerepek voltak azok, akik a minél tapasztaltabb emberekhez kerültek. Régebben ez egyfajta házaló dramatikai játék volt, manapság annyiban változott ez a hagyomány, hogy már nem a házakhoz járnak ki, hanem egy nagyobb közösségi térben, rendezvényen, esetleg a templomban adják elő a betlehemezést vagy csobánolást. Ezen kívül azonban számos más olyan szokás is élt karácsony tájékán, amire manapság már nem is nagyon emlékeznek. Ilyen volt például a bölcsőjárás, ami már karácsony előtt 9 nappal elkezdődött, hogy felkészítsék a falubelieket az ünnepre. A veszőcskézés, ami a gyerekek egészségének megőrzését szolgálta, vagy az ostyahordás. A tanító vagy a plébános minden egyes családhoz a gyerekekkel ostyát küldött, és cserébe meg különféle javakat kapott. Most itt ezeknek a népszokásoknak a többsége ez általában a termékenységre, egészségre vezethető vissza, illetve bizonyos újévi szokásainknak a gyökere is felfedezhető. A karácsonyi vacsoránál a szemes ételeket részesítették előnyben, hogy az szerencsét, bőséget és egészséget hozzon. December 27-én a templomban szenteltették meg az új bort, ennek egyfajta egészségmegőrző, bajelhárító szerepe volt. Ez szépen összefonódik azzal, ahogy ez az egész karácsonyi kultúrkör, tulajdonképpen a kereszténység és a pogány is összehangolódik az évnek a legsötétebb időszakából, jutunk az egyre hosszabb adónappalok felé. Itt ugye megint csak a reménység, a pozitív gondolkodás az, ami előtérbe kerül. Annak ellenére, hogy a karácsony egy hagyományos keresztény ünnep, a világon szinte mindenhol mindenki megünnepli a szeretet ünnepét.